Az Erdei Misztériuma vagy Játék a Zöldven címmel tavaly indított először programsorozatot a Hévizi Turisztikai Nonprofit Kft., amely a Veszprém Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa támogatásával valósult meg a Hévizi Véderdőben. Az egész témának az volt a, a, fő pontja, hogy a, a természet, a környezet és az ember, valamint a kultúra hármasának az összekapcsolása amely arról szólt, hogy mindenképpen vigyük fel az emberek figyelmét arra, hogy mit jelent a, a valós környezetvédelem, a fenntartható gazdálkodás. Van itt egyben a kultúrát, vigyük be eddig olyan rejtett pontokra, ahol, ahol még nem járt, és ilyen volt nálunk a hévízi véderdő, ami szerintem egy csoda, hiszen a hévízi tavat körülölő megvédi a különböző környezeti hatásoktól, de éppen miatt meg is kell nekünk ezt óvni és mi szerettük volna a kultúrát ö, több formában is bevinni a hévízi véderdőbe, de mindenképpen olyan módon, hogy semmiképpen se ilyen ártalmas ö, sem az ott élő állatokra, sem pedig a meglévő növényekre. A sikeresen lezajlott rendezvénysorozat keretében tavaly 54 különböző esemény valósult meg az Erdei Misztérium keretében. A fő tematikára alapozva mikrorendezvényekkel készültek a szervezők. Ilyenek voltak például az erdei minikoncertek, valamint a színházi előadások felnőtteknek, illetve gyerekeknek. A 2022-es év program elemeit megtartva idén újdonságokkal is készülnek a program sorozat részeként. Az erdőnek a egy másik pontjára is a koncerteket, így a Lomkorona kirátóba is lesz egy kisebb rendezvény, valamint a, az év fő LKF rendezvényt pedig kihozzuk a, a Múzeum Kertbe Egregyre. Itt pedig lenne egy háromnapos program sorozat, ahol lennének gyerekprogramok, felnőtt programok, tehát koncertek, valamint különböző olyan tematikus események, például mandalafestés, reggeri joga, környezeti fenntarthatóságról szóló előadások, akik meg tudják szólítani az embereket, és különböző módon mutatják be Hévítse a környékének lehetőségét, majd tényleg annak a lehetőségét, hogyan kell nekünk élni, hogyan tudjuk fenntartható módon kezelni a, a saját kis életünket. Környezetvédelem, tudatos természethasználat, kulturális nevelés. Ez az erdei misztérium fő koncepciója. Valamint a természet, mint kulturális és élettér, az ember kapcsolódási pontjai rendhagyó helyszíneken több tematika alapján. Az idén május és október között megvalósuló rendezvények között találkozhatunk például mikrokoncertekkel, geobotanikai túrákkal és gyermekelőadásokkal is.